Köszöntöm a szubjektív nézőit! A mai témánk leginkább a nőknek fog kedvezni, hiszen a kozmetikumokról, szépségiparról, műszempillaépítésről, sminkelésről fogunk beszélni vendégemmel, de a férfiak sem menjenek el a képernyők elől, hiszen róluk is szót ejtünk majd. Sminkeszalonban vagyunk, a vendégem pedig Haskó Harmat Anita, sminkes, műszempilla stylist. Köszöntelek! Köszöntelek én is, és köszöntöm a nézőket is! Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy mi az, ami most jellemzi a szépségipart, milyen divat van most itt 2022 végén? A mostani szépség divatot, vagy ipart talán inkább ez a letisztult, természetes irányvonal, ami jellemzi, de mindig azt mondtam, hogy meg azt vallom, hogy ne a divatot kövessük, hanem azt, amik mink vagyunk, tehát amiben mi érezzük jól magunkat, amivel azonosulni tudunk, hisz az meg fog rátszani rajtunk, akár egy sminknél is. Ha a divatnak megfelelő sminket tennénk bárkire, nem biztos, hogy jól érezné magát, vagy komfortosan, és ez meg is látszana rajta. Nem lenne olyan nagy kisugárzása, látszana, hogy nem jól érzi magát benne. De ha egy olyan smink készül, amit az illető szeret, ha az a divathoz köze van, vagy pedig nem, akkor az egyből látszani fog rajta, hogy ragyogni fog, magabiztos és jól érzi magát a bőrében. Hogyha a sminkelést nézzük, akkor mi az, ami leginkább jellemzi így a vajdasági nőket, illetve fiatalokat, időseket? Mi az, amit leginkább magukra raknak így a smink terén? Talán ketté is választanám idősebbekre és fiatalabbakra ezt a témát. A fiatalabbak szeretik az erősebb sminket, bevállalósabbak, az idősebbek pedig inkább az egyszerű, letisztult natúr sminkeket szeretik. Színekbe pedig én azt vettem észre, hogy az én vendégeim ezeket a natúr árnyalatokat, illetve a föld színeit, ezek a barnás, bézs, zöldes árnyalatokat, tehát minden, ami a föld színeit jellemzi, ezeket szeretik, és ezeket variálják erősségében is, ugye a fiatalabbak, ahogy mondtam, ezeknek a színeknek a kombinációját szeretik erősebbre megcsinálni, az idősebbek pedig egy visszafogottabb sminket. Szeretnek variálni is alkalomattán. Mondjuk, ha bálba mennek, akkor mernek talán egy kis csillámporhoz, egy kis szaténfényhez nyúlni, de abban is a földszíneitől nem rugaszkodnak el. Tehát mondjuk bevállalnak egy kis ekrű színű csillámport, hogy kombináljuk mondjuk egy barnás matt szemhéjfestékkel, és ezeket kombinálják igazából. És hogyha valaki mondjuk felbukkan egy erősebb sminkbe, akkor te hogy veszed észre, hogy a környezete az hogy tekint rá, hogy furának találja, vagy inkább elfogadja azt, ahogy ő kinéz? Szerintem, ha ízlésesen van megcsinálva az adott smink, ha erős, ha nem, mindenképp tetszeni szokott a külső szemlélőknek is. De viszont, ha ízléstelenül van elkészítve, vagy éppen nincs úgy eldolgozva, nincsen minőségesen megcsinálva az a munka, akkor az igen tud furcsán kinézni, és ő tud úgy is kinézni, hogy különálló életet él az a smink, és az azért szembetűnő szokott lenni. Mennyiben változott a smink divat mondjuk így az elmúlt 5 évben? Ugye én már több mint 10 éve vagyok így a szépségipar szakmában, és azt veszem észre, hogy talán régebben picit jobban mertek az emberek. Talán úgy is egy 10 évnek ezelőtt jött fel leginkább ez a smink világa, hogy elmennek az emberek alkalomattán a sminkeshez, és talán akkor még úgy tesztelgették, tehát mertek a színekhez nyúlni jobban. Most viszont tényleg ez a letisztult irányvonalat követi mindenki, és tényleg inkább arra mennek, hogy egy szépítő smink legyen, tehát ne is nagyon látszódjon, de látszódjon is, nem mernek úgy, nem bátrak, talán így fogalmaznék.
Lehet, hogy azért nem bátrak, mert az emberek előítélettel tekintenek rájuk, vagy ennyire megváltozott az igény, a világ? Az is lehet, igen, mert nagyon sokan úgy vagyunk vele, hogy mit fog szólni a másik. És ezért nem merünk mondjuk bevállalni jelen esetben sminket se, mert majd mit fog szólni a másik. Holott közben lehet, hogy jól állna, jót mutatna nekünk, tehát érdemes szerintem kipróbálni, hogy viselkedik egy merészebb smink akár az arcunkon. Szerinted, vagy te, mint sminkes, mit ajánlasz, mikor kezdjen el valaki sminkelni? Mert mondjuk én emlékszek, hogy 8. koromban a ballagáson raktam egy kis szemhéjfestéket, annyi volt az egész, de azért most már a fiatalok elég korán elkezdik, én úgy látom. Na akkor te még egész jó vagy, mert én szempillaspiráltól többet nem raktam, amikor ballagtam 8-ból. Ma viszont a 8-os ballagok már szinte ugyanúgy sminkelnek, mint a középiskolából elballagok. Nincs is különbség, én azt mondom. Viszont mégis 8-os lányok, tehát kislányok még. Én mindig a vendégkérését szoktam teljesíteni, igyekszem őket terelni egy adott irányba. Van, aki megfogadja, tanácsom, valaki nem, de én azt javaslom, hogy 8-ba is, ugye 8. végén el lehet menni sminkeshez, akár egy szép, szolidabb sminket is lehet csináltatni, és az is nagyon szépen, gyönyörűen tud mutatni, mint egy erősebb smink. Nem kell túlzásokba esni a fiataloknak, szerintem ráír az a középiskolából, ha elballagnak, na, ott már lehet az ütősebb sminkeket csinálni. Hogyha nagyon korán kezdenek el, vagy kezdünk el sminkelni, akkor az milyen hatással lehet a bőrünkre? Van-e valamilyen káros hatása még így fiatal korban? Sose jó. Tehát minél később kezd el az adott illető sminkelni, annál jobb. És arra is ugye oda kell figyelni, hogy alkalmakra sminkeljünk. A hétköznapokra próbáljuk hanyagolni a sminket, vagy lélegezzen a bőrünk. Így később fogunk megráncosodni, a bőrünk is frissebb, fittebb lesz, rugalmasabb lesz, mert ezek mégiscsak smink, ami eltömíti a pórusokat, tehát nem egy úgymond természetes dolog, amit az arcunkra kenünk, és ezért talán minél később kezd valaki, annál jobb. És mondjuk az mennyire számít, hogy milyen termékeket használunk? Hogyha veszünk valami olcsóbbat, az mennyire károsítja a bőrünket, mint mondjuk egy, nem tudom, egy nagyon drága. Van-e a termékek között különbség? Van egyébként, tehát mindig azt javaslom, hogy megbízható helyről vásároljunk termékeket. Ugye mi szakmabeliek, így igyekszünk ugye professzionális minőségű termékekkel dolgozni, amiket ugye a vendégeink számára nem elérhetők, tehát ezek csak a szakemberek tudják beszerezni. Mi ilyenekkel dolgozunk, de a vendégek is akármilyen drogériába tudnak jobb minőségű termékeket beszerezni, amit nyugodtan tudnak használni. Mire kell figyelni, amikor, vagy mielőtt elkezdünk sminkelni? Tehát kell-e valami bőrápolót fölvinni, a zsírosabb, illetve a szárazabb bőr sminkelésénél van-e valami különbség? Én azt szoktam mondani, hogy mindenképp jó egy primert, egy hidratáló krémet, bázist felkenni az alapozó előtt az arcunkra, azért, mert az szívja be magába a bőrünk, nem pedig rögtön az alapozót. Mert előfordul, hogyha valaki nem visz az alapozó alá ilyen hidratálót, akkor viszont az alapozót szívja a bőrünk magába, ezért kophat le a nap végére, foltos lehet az arcunk, itt-ott van alapozó, tehát ha hidratáló van alatta, a bőrünk azt szívja magába, és az alapozónk szép tartós tud lenni. Nyilván zsírosabb bőrnél zsíros bőre megfelelő termékeket tudunk használni, nagyon szépen vannak erre is megfelelő primerok, vannak fixálók, kő, porpúderok, amik direkt zsíros bőrre vannak, viszont a száraz bőrrel egyébként nehezebb dolgunk van, meg mindenkinek úgy nehezebb dolga van, hisz egyik pillanatról a másikra nem tudunk abból szép és hidratált bőrt varázsolni. Ezért mondjuk én menyasszonyoknak már azt szoktam javasolni, hogy azért egy hónappal az esküvőjük előtt igenis kezdjenek el inni elegendő folyadékot. Mert ugye egyik perccel a másikra az a száraz bőr nem fog szép, sejmes, rugalmas bőré változni, ezért kell a megfelelő minőségű és mennyiségű folyadékbevitel
illetve nagyon jók, tehát ilyen alkalomra, ha valaki tudja, hogy sminkeshez fog menni, vagy sminkelni fog, és tudja, hogy szárazabb bőre, egy jó kis mély hidratáló arckezelést beiktatni a vízfogyasztás mellett. És nyilván egy hidratáltabb arcbőrön is sokkal szebbet tud mutatni egy smink, mint egy szárazabb arcbőrön. És mi van azokkal, akik azért sminkelik magukat, hogy a bőhibáikat elrejtsék? Ők ezzel elrejtik, jót tesznek maguknak, vagy akár károsítják még inkább a bőrt? Én azt mondom, hogy alkalmakra nyugodtan sminkeljenek, tehát szépek szeretnének lenni, viszont meg kell nézni azt a kiváltó okot, hogy mi miatt olyan az arcbőr. Érdemes kozmetikus hozzájárni, havonta is akár, nem csak tisztítással, nem különféle arckezelésekre, de nyilván a kozmetikus felméri a bőrnek az állapotát, és ő meg tudja mondani, hogy ugye hány alkalommal kell jönni, milyen kezeléseket javasol, illetve belsőleg is meg kell találnunk azt az okot, hogy mi az, ami kiváltja, hisz ha belül rendben vagyunk, akkor nyilván az arcbőrünk kívül is szép. Úgyhogy érdemes külsőleg és belsőleg is odafigyelnünk az egészségünkre, hisz ez megmutatkozik a bőrünk állapotán is. Te műszempillaépítéssel is foglalkozol. Mi itt az elterjedt vajdaságban? Mire van igény, milyen műszempillára, illetve ki is az a műszempillaépítő, mi az ő feladata? Hát nálunk, bár is én már így lejött szerintem a beszélgetésünk során, hogy én a természetes irányvonalat képviselem, hozzám ilyen emberek is jönnek, és a szempillaépítésnél is arra törekszem, hogy az illető adott szempilláit kiemeljük, de az ízléses határokon belül. Tehát nálam egyébként a legelterjedtebb, amin legtöbben jönnek, az a 2D műszempillaépítést. Azt tudni kell, hogy a D az jelöli azt a számot, hogy például 1D, 2D, 3D, 5D, de van 16D is igazából. Tehát ahány D, annyi műszál pilla megy a te egy saját szálú szempilládra. Tehát a 2D-nél egy saját szempilládra megy két műszál. És ezzel egy picit tudod dúsítani is a pillát, de hosszítani is. És szerintem hozzám 95%-ban ilyen vendégek járnak, hisz ez nem is túl kevés, de nem is nagyon sok. Talán ez az arany középút, és tényleg meg lehet szépen természetesen csinálni, hogy azért szépen kinyissa, megemelje a tekintetet, és így teszi úgymond varázslatossá az arcot. Ugye mondtad, hogy több műszempilla kerül a saját szempillánkra. Ezek a műszempillák mennyire károsítják a saját szempilláinkat? Ha jól van felhelyezve, akkor egyáltalán nem károsítják, nem kell őket pihentetni. Tehát oda kell figyelni, hogy ne legyen tapadás, oda kell figyelni a műszempilla vastagságára, hosszúságára, a saját pillánkra. Nem mindegy, hogy milyen műszempillát építünk, tehát nyilván a pillások körében az első alapvető szabály, hogy a saját pilla állományunkat ne roncsoljuk, illetve a vendég pilla állományát ne roncsoljuk. Ezért mindig figyelembe szoktam venni a vendégem szempilla állapotát, és annak megfelelő pillát szoktam építeni. Van, aki már 3-5 éve jár hozzám, és teljesen épek a pillái, tehát jól fel kell helyezni, és akkor nincsen gond. Szükséges egyébként szüneteket tartani, hogyha mondjuk említetted, hogy több éve járnak hozzád, mondjuk egy 5 év után ajánlatos pihentetni, vagy nincs ilyen szabály, úgymond? Nincs ilyen szabály egyáltalán, tehát mint mondtam, ugye ha jól van felhelyezve, akkor nem kell pihentetni. Nyilván, ha rossz szakemberhez fordul valaki, és rosszul van felhelyezve a szempilla, az okozhat károsodást, mivel ha két szempilla össze van tapadva, tehát ha nem figyelnek oda, hogy ne legyen tapadás, akkor ha az egyik kiesik, akkor húzza magával a másikat, és kitépődik ugye a helyéről. És nyilván ez tudja roncsolni a szempillánkat, de egyébként nincs, ami nem. Tehát nincs, ami roncsolná.
Hogyan kell egyébként ápolni ezeket a műszempillákat? Vannak-e valami kenceficék, vagy valami olajok, vagy elég csak vízzel lemosni reggelente? Hogy néz? Hát igen, ezeknél nagyon kell figyelni, hogy ne érje semmilyen krémes, olajos dolog. Tehát ha sminkelünk is, a sminklemosónk is víz alapú, micellás víz legyen. Amire viszont oda kell figyelni, hogy én azt javaslom, hogy minden este, ha tusolunk, tusoljuk jól le a szempillánkat, és törölközővel itassuk le róla a vizet. De vannak speciális szempilla samponok, amiket lehet alkalmazni, ecsettel szépen átmosni a pilla közét, tehát ilyen is van igazából. De mindenképpen ügyelni kell, hogy tisztítani kell, mosni kell. Tehát hallottam már olyanról, hogy valaki nem mossa, de hát azért oda is letelepedik a por, a koz, be tud gyulladni ettől, ott lehetnek a baktériumok, van akinek kis atkák is voltak már ott, szóval igen, oda kell figyelni a tisztítására. Hát ezek szerint tényleg. Igen. Van még egy újdonság, ami nem tudom, az utóbbi években jöhetett fel, ez a szemöldök tetoválás. Ez hogyan néz ki, illetve honnan jött? Igen, nagyon elterjedt. Nálunk a szalonban már azért egy 5-6 éve megtalálható, és ebben is a természetességet képviseljük. Szálas szemöldök tetoválás, illetve púderes szemöldök tetoválást csinálunk. Tehát ezek is a természetes megjelenést biztosítják, tehát akinek hiányosabb a szemöldöke, vagy pedig kicsit formásabbat szeretne, azok igenis élnek ezzel a lehetőséggel, és megcsináltatják. És ezt úgy kell elképzelni, mint a rendes tetoválást, vagy ez egy más technikán alapul? Igen, ez egy más technikán alapul, igazából nem is végleges, mint egy rendes tetoválás, tehát célszerű évente korrekciót csinálni, illetve aki megunta, vagy nem szeretné tovább, annak pedig ki fog idővel kopni. Tehát nem lesz végleges, mint egy rendes tetoválás. Azt hiszem, hogy kimerítettük a női részét ennek a témának. Egy kicsit térjünk át a férfiakra, ők mennyire járnak kozmetikushoz, illetve mennyire veszik mondjuk a szemöldökszedésnek az igényét, mennyire járnak így hozzátok, te vagy Vajdaság szerte mennyire tapasztalható ez? Hozzám szoktak, tehát volt már rá példa, hogy jött egy-két férfi szemöldökszedése volt, aki jött sminkre is. Nyilván arckezelésre többen járnak, gyantáztatni is többen járnak, mint sminkre, de mondjuk fotózások alkalmán is szoktam férfiakat sminkelni. Szerinted azok, most vehetjük a nőket, férfiakat, akik mondjuk kozmetikushoz járnak, sminkelnek nap mint nap, illetve különböző szolgáltatásokat, szépségipari szolgáltatásokat vesznek igénybe, ők ezt azért teszik, mert nem elégedettek saját magukkal, vagy csak valami pluszt szeretnének a saját személyiségüknek, illetve kinézetüknek adni? Szerintem elsősorban vannak, akik nagyon szeretnek magukra adni. Tehát azért veszik ezt a szolgáltatásokat úgymond igénybe, illetve igen, én azt veszem észre, hogy a mai világban a nőknek nincs annyi önbizalmuk talán, mint kellene, hogy legyen, mert nagyon sok szép hölgy van, mégis mindenhol azt látja, hogy ennek is műszempillája van, annak is tetoválás, szájfeltöltés, mellplasztika, és ez miatt kicsit frusztrálva érzik magukat, és talán ezért is veszik igénybe a szolgáltatásokat, viszont igyekeznek úgy igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat, hogy a természetesség keretein belül maradjanak. És ezáltal mégis picit adunk nekik az önbizalmukhoz. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre álltál, és ilyen sok mindent megbeszéltünk így közösen. Én köszönöm a lehetőséget. A nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, további szép napot, viszontlátásra!